Elbúcsúzunk tőled, szent család. Fáj, hogy nem tudtunk úgy megtisztelni, mint ahogy szerettünk volna. Szívünk templomából azonban már el nem bocsájtunk. Maradj nálunk egész életünkben. Búcsúzásul add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy tiszteletet kösse össze a keresztény családokat. Mi a lényege a szent családozásnak, illetve mit jelent önöknek ez a hagyomány? Hát ezt évről évre várjuk nagy lelkesedéssel a csapatunk. December 15-én indul el a csoportunk, és megelőzi persze az előtte való misén, megáldja a papbácsi a szent család képét, ami nagyon fontos, és azzal indulunk 15-én este. És ez abból áll, hogy 9 napon keresztül 9 családhoz ellátogat ez a szent család. Végül is a szent családolás az, hogy a kis Jézuskát fogadják be a szívükbe. Tehát szállást kér a szent család, hogy ő nem kapott ugye máshol helyet, csak a családok, hogy fogadják be, az, a szeretet költözön mindenkinek az otthonába. Itt készülünk a karácsonyra. Itt Borzsovában mióta van hagyomány ennek? Hát a 90-es években, most már pontosan nem tudjuk, de úgy 90-es években kezdődött el. Alakítottunk egy csoportot, hogy mi külön tudjunk menni, mert ahova csatlakozhattunk, onnan ott már többen voltak, és akkor így alakítottunk egy csoportot, és azzal a csoporttal indultunk. Olyan is volt, hogy 4 a csoport járt szent családolni, de sajnos mára most már leredukálódott, 2 csoport jár. És miközben végig imádkozzák ugye Szűz Máriához, Jézushoz, Szent Józsefhez, igen. Tehát hogy közben gondolom nem csak hozzájuk imádkoznak, hanem az imáikba foglalnak a saját családjaikat. Hát igen, olyan sok szép ima van, amelyik tényleg nagyon fontos a családjainkért felajánlani, és fel is ajánljuk. Végül is mindenki már a családnak egy ünnep, amikor oda megy, mert általában igyekszik az a család apraja, nagyja, ünneplőbe öltözve, lélekben, külsőleg is otthon lenni. Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, a menny és föld ura Istene, mint az angyalok odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben.